Hőmérsékleti rekordok Európa szerte, itthon ma tetőzik a kánikula, délután már zivatarok lehetnek. Elindult Lampedusára a Sea-Watch 3 civil hajó, migránsokkal a fedélzetén, engedélye nincs, ha kiköt, a kapitányt letartóztatják. Tömegbaleset az M7-esen, 6 autó karambolozott, egy kigyulladt, többen megsérültek. Újabb 2 arany az Európa játékokon, a női kenupáros és a kajak 4-es is 500 méteren volt a leggyorsabb Minskben. Részletes híradónkat látják, Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Napról napra fokozódik a hőség Európában. Németországban szerdán megdőlt a több mint 70 éve regisztrált júniusi melegrekord. A német-lengyel határnál 38,6 Celsius fokot mértek. Lengyelországban is rekordmeleget várnak, Spanyolországban erdőtüzek pusztítanak a 40 fok feletti melegben. A szomszédos Portugáliában mindeközben 20 fok alatti a hőmérséklet. Gyerekek játszanak önfeledten egy szökőkútban a legnagyobb német tartomány Bajorország fővárosában. A nagy hőségben sokan keresik a lehetőséget a felfrissülésre. Németországban napok óta tart a hőség. Szerdán több mint 70 éves melegrekord dőlt meg. A lengyel határ közelében 38,6 Celsius fokot mértek. A kánikula azonban veszélyeket is rejt. Ilyenkor jóval több dolguk van a mentősöknek. Főként az idősebbek és a gyerekek vannak veszélyben, és főként a közvetlen napsütés okozhat gondot. Ez napszúráshoz, esetleg hőgutához vezethet, mondta a Vöröskereszt egyik munkatársa. Németország egyes részein a hétvégén 38 fok közelében tetőzhet a meleg. A szomszédos Lengyelországban is tombol a kánikula. A meteorológusok szerint a napokban 40 fok is lehet. Ha ez bekövetkezik, a mostani lehet a legmelegebb június, amit az elmúlt 200 évben mértek az országban. Az emberek a házi kedvenceikre is még jobban odafigyelnek. Van olyan étterem, ahol a kutyák étkezésére is gondolnak. Nem melegen szolgáljuk fel a kutyáknak az ételt, nehogy megégjen a szájpadlásuk, amikor rávetik magukat az ételre. Így hidegen kapják, az egyik nagy kedvenc a máj rizssel, mondta egy étterem tulajdonos. Ez már a párizsi állatkert, ahol jéggel és vízzel hűsítik az állatokat. Az állatok nagyon jól fogadták a jeget és a jeges gyümölcsöket. Mindegyiknek más technikája van. Van, amelyik megvárja, hogy elolvadjon, van, amelyik rögtön feltöri, de a legtöbben úgy hűsölnek, hogy nyalogatják, fogalmazott az állatkert egyik igazgatója. Az ibériai félszigeten még a nagy meleghez szokott spanyolok is meggondolják, hogy a kávéjukat a szabadban fogyasszák-e el. Az emberek nem akarnak a teraszon ülni a 38-40 fokos melegben. Bent megy a légkondi, de a teraszra ilyenkor az eredeti forgalom egynegyede ül le, mondta egy pincér. A 40 fok körüli hőségben több helyen is erdőtüzek pusztítanak. Tarragona környékén már 30 családot evakuáltak otthonaikból, a rendőrség lezárta az idevezető utakat. Katalóniában az elmúlt 20 évben nem volt ekkora erdőtűz, mint most. Becslések szerint 20 ezer hektárnyi erdő biztosan elég a mostani tűzben. Mindeközben a félsziget nyugati végét elkerülte a nagy hőség. A Porto környéki strandokon a vízben inkább csak szörfösöket látni, a nap is alig süt ki. A családom Svájcban él, ide jöttek 2 hétre. Azt gondolták, napfény és meleg várja majd őket, de most Svájcban nagyobb a meleg, mint itt, mondta egy helybeli. Egyelőre még nem várható melegedés. A nyáron szokatlanul alacsony 20 fok körüli hőmérséklet még napokig eltarthat itt Portugália északi részén. Itthon tegnap Budapesten volt a legmelegebb, 36 fokot mértek. Ma még tart a kánikula, hőség miatt figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat. A fővárosban már reggel 27 fok volt, aki csak tehette, az árnyékot kereste. Délután egy hideg front hozhat felfrissülést, mutatjuk a részleteket. Országosan 30 fok felett volt már délelőtt a hőmérséklet, a fővárosban pedig már reggel is 27 fokot mutatott a hőmérő. A munkába induló emberek a buszmegállók helyett, ha tehették, a legközelebbi árnyékban várakoztak a járatokra. A legtöbben a legszellősebb ruháikat vették fel, hogy még könnyebb legyen elviselni már a reggeli napsütést és a napközbeni 30 fok feletti hőmérsékletet. Tatabányán inkább alternatív megoldásokkal hűsítették magukat a járókelők. Jól fagyikat enni, dinnyéket, minél hidegebbek. Nem is csoda, hiszen nem mindenhol kap az ember ilyen választékot a fagyikból, mint ebben a fagyizóban. Nagyon finom mango. Itt nem akármilyen kiszolgálást kaptak a hűsölni vágyók, ugyanis az eladó zsonglőröket megszégyenítő ügyességgel játszott a levegőben a jeges édességgel.
Zalaegerszegen még a gyerekek sem mehettek ki a játszótérre a nagy melegben. Így üresen álltak annak ellenére, hogy javában tart az iskola szünet. De nem csak a gyerekekre, hanem az állatokra is oda kell figyelni ebben a hőségben. Reggel meg este szoktunk elmenni sétálni, amikor már azért úgy elviselhetőbb a meleg. Szolnokon az egyik legkellemesebb hely a park, és annak szökőkútjának környékén volt. Míg az idősebbek pihengettek a padon, addig a gyerekeket úgy kellett távol tartani a víztől. Nyíregyházán a város főterén a strandok hangulatát idézték meg, hogy aki nem jutna el a vízpart közelébe, az se szomorkodjon. Egy homokkal borított igazi strandröplabdapályát alakítottak ki. Nagyon tetszik nekünk, hogy a strand beköltözik a belvárosba, a gyerekek külön örülnek neki, úgyhogy mi minden évben eljönk és megnézzük. Hát a vízben nagyon jó. Miskolcon a legtöbben az igazi strandokat választották a kánikulában, de jól is tették, hogy még most kihasználták a jó időt, ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délutántól leülés várható. És már is itt van a megerősítéssel, vagy a cáfolattal meteorológusunk Fejős Ádám. Szervusz, túl vagyunk a nehezén a hőhullámon. Szervusz, jó napot kívánok a kedves nézőknek. Cáfolni nem tervezem ezeket a fejleményeket. Még nem vagyunk túl a nehezén, hiszen továbbra is a hideg front még tőlünk északra található. Ez az aktuális állapotot jelzi ez a térkép, és látható is, hogy nem nálunk lesz a legkomolyabb felmelegedés, hanem lényegesen nyugatra tőlünk. Egészen pontosan a brit szigeteket is eléri majd a hőhullám a hétvégén. 35 fok lehet arrafelé. Ami a frontot illeti, ma szépen lassan áthalad, átrobog a Kárpát-medencén, viszont addig még az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőségre figyelmeztet. A citromsárgával jelölt megyékben 25, a narancssárgával jelölt megyékben pedig 27 fok lesz a napi középhőmérséklet, extrém hőterhelés éri tehát a szervezetet egyelőre még, aztán a folytatásban majd érkezik a felfrissülés. Jelentős változásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, ez mit jelent pontosan? Ez így igaz. A változást tulajdonképpen a zivatarok okozzák, amik ma a kora délutáni óráktól kezdve tulajdonképpen két régióban lehetnek jelen, és az ország északkeleti részében intenzívebb záporok és zivatarok lehetnek. A másik régió, ahol valószínűbb a hevesebb képződmények kialakulása, az tulajdonképpen a nyugat-délnyugat-dunántúli régió, de tulajdonképpen egy kisebb zápor gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Ami viszont a narancssárgával jelölt megyéket illeti, itt akár heves zivatar is lehetséges, azaz a szélrohamok mellett még jégeső is lehetséges, egészen a késő esti órákig bezárólag kell tehát az ország keleti, észak-keleti részén kifejezetten változékony és veszélyes időjárásra készülni. Fejős Ádámnak egyelőre köszönjük szépen, várunk a további részletekkel a híradót követően. Megújult az Országos Meteorológiai Szolgálat villámlokalizációs rendszere, jelentette be a környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár. László Tibor Zoltán azt mondta, hazánkban is megszaporodtak a villámtevékenységgel járó heves zivatarok, ami az emberi életre és a környezetre is egyaránt veszélyes. Ezért fontos megismerni a villám jelenségét, meg kell tudni határozni a villámok számát és a pontos helyét is. Hozzátette, a megújult hálózat összesen 11 szenzorból áll, és a beruházás közel 100 millió forintba került. Az új rendszer bevezetésével tehát a magyarországi villámlokalizálás jelentős minőségi javulására számíthatunk. A villámok pozícionálásának pontossága is növekszik, nagyobb területen, tágabb körben lesznek megfigyelhetők valós villámok, illetve a fals detektálások aránya minimálisra csökken. Tömegbaleset történt az M7-es autópályán Székesfehérvár közelében, 6 autó karambolozott, az egyik ki is gyulladt. A környéken hatalmas torlódás alakult ki, mert hosszú ideig a Balaton felé teljes útzár volt. Az egyik autó a szalagkorlátnak csapódva, a többi pedig a túloldali sávban összetörve. Ezt lehetett látni a becsapódás után az M7-es autópályán. A reggeli csúcsban történt a baleset, itt Fehérvár határában a 63-os kilométernél az M7-es autópályán. 6 autó ütközött össze, és az egyik ezek közül ki is gyulladt, itt mögöttem látható ez az autó. Ennek az ütközés során valószínűleg megsérült a benzintankja, és az üzemanyag a pályára csorgott, és ezután gyulladt ki ez az autó. A kigyulladt autóban 2 utas volt, ők a szerencsének köszönhetően könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tömegbalesetet a többi autós épségben megúszta. Az oltás nehezítette, hogy a járműnek az üzemanyagtankja megrongálódott, és a benzin kifolyt a gépjármű alá. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett habsugárral folytották el a lángokat.
Elsődleges információk szerint a baleset akkor történt, amikor a lehajtósávba be akart sorolni egy autós. A manővert nem tudta befejezni, mivel hátulról nagy sebességgel belecsapódott egy másik autó, majd sorra követte a többi. A műszaki mentés és a helyszínelés idején teljes útzár volt az autópályán. Több kilométeres kocsisor torlódott fel ezen a szakaszon, így órákat kellett várni a sofőröknek, mire újra megindult a forgalom. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség. Néhány száz méterre megközelítette Lampedusa kikötőjét a holland felségjelzésű német civil hajó, a Sea Watch 3, több tucatnyi illegális bevándorlóval a fedélzetén. A hajó az elmúlt két hétben nemzetközi vizeken tartózkodott, mert az olasz törvények értelmében nem köthet ki Olaszországban. Ha a hajó kapitánya önkényesen úgy dönt, hogy a tiltás ellenére kiköt a szigeten, azonnal letartóztatják. A hajót lefoglalják, és akár 50 ezer eurós bírságot is kivethetnek rá. Úgy döntöttem, hogy behajózok Lampedusa kikötőjébe. Tudom, hogy kockázatos, de a fedélzeten lévő 42 túlélő kimerült. Biztos helyre kell őket szállítanom. Ezt írt a Twitter üzenetében a Sea Watch 3 hajó kapitánya. A Sea Watch 3 hajó irányítói szerdán döntöttek úgy, hogy két hét várakozás után elhagyják a Lampedusa szigetétől, mintegy 20 kilométerre lévő tengeri zónát és olasz vizekre lépnek. Az olasz pénzügyőrség és a parti őrség azonnali megállásra szólították fel a hajót. A holland zászló alatt tevékenykedő német civil szervezet hajója június 12-én a Líbiához tartozó övezetben vett fedélzetére 53 illegális bevándorlót. A kapitány elutasította, hogy az embereket visszavigyék Líbiába, és a hajó egyenesen Olaszország felé vette útját. Június 15-én az olasz hatóságok 15 embert partra szállítottak, köztük gyerekeket, betegeket, terhes nőket. Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint a törvények értelmében esélytelen, hogy a hajó bármelyik olasz kikötőben kikössön. Azt mondta, az elmúlt két hét alatt a holland hajó már elszállíthatta volna migránsokat Hollandiába. Ez egy holland hajó, és hihetetlen, hogy a holland kormányt egyáltalán nem érdekli ennek a sorsa. Mi történne ellenkező esetben, ha egy olasz hajó provokálná Rotterdam kikötőjében az ottani parti őrséget és a pénzügyőröket? Elég volt. Mi az Európai Unió része vagyunk, sok pénzt fizetünk, fel kell, hogy ébredjenek, mondta Salvini hozzátéve, soha nem ad engedélyt arra, hogy embercsempészek kikössönek Olaszországban. Az olasz belügyminiszter szerint Európa továbbra sem vesz tudomást arról, ami Olaszországban történik, és az országot saját sorsára hagyták. Mint mondta, ez a magatartás Rómát arra kényszerítheti, hogy lépéseket tegyen az európai törvények ellen. Megszüntethetik például azoknak a migránsoknak a regisztrálását a közös európai adatbázisba, akik Olaszországban érnek partot. Az Európai Unió ma ismét a nem létezéséről tett tanúbizonyságot. Csak akkor jelentkeznek, ha pénzre van szükségük, vagy ha baj van a költségvetéssel. Ha másfél órán belül valaki felhívna Brüsszelből és azt mondaná, hogy megoldanák a 42 ember helyzetét úgy, hogy 21-et elszállítanának Amszterdamba, 21-et pedig Berlinbe, a kapitányt mi letartóztatnánk, a hajót elkoboznánk, és a részemről az ügy le is lenne zárva, fogalmazott Matteo Salvini. A hajó az elmúlt éjjel néhány száz méterre megközelítette Lampedusa kikötőjét. Az olasz hatóságok felmentek a hajóra és ellenőrizték a legénység, illetve a kapitány okmányait. Több mint 10 000 bevándorló érkezett már idén Bosznia-Hercegovinába. Ez azt jelenti, hogy havonta mintegy 2 000 migráns jut be illegálisan a balkáni országba. A migránsok többsége az ország északnyugati részében zsúfolódik össze. A horvát határon keresztül próbálnak ugyanis Európába jutni. Bihácson nemrég egy új városon kívüli befogadóközpontot is kialakítottak számukra, így valamennyire javult a közbiztonság, csak hogy közben a táborban megjelentek a fertőző betegségek, a hőség pedig csak ront a helyzetem. Hatalmas víztartályokból mosakodnak a migránsok a horvát-bosnyák határnál kialakított táborban, Vucsják településen. Több tucatnyian pedig élelemért állnak sorba, és folyamatosan érkeznek az újabb csoportok is. Jelenleg mintegy 700 migráns várakozik itt. Többségüket az elmúlt egy hétben szállították ide Bihácsról. A kisvárosban ugyanis szinte tarthatatlanná vált a helyzet, miután több ezer migráns gyűlt össze a környéken. Mindennaposak lettek a problémák. Az új helyen segélyszervezetek látják el a bevándorlókat,
Friss vizet, áramot és naponta többször élelmet is biztosítanak számukra. A mindennapos ellátás ellenére a táborban egyre több a beteg, mintegy 50 migránst már el is kellett különíteni, ők ugyanis fertőzőnek bizonyultak. Leginkább a rühesség és a különböző bőrbetegségek jelentkeznek. Nekik folyamatosan biztosítunk tiszta ruhát és minden olyan dolgot, ami az alapvető higiéniához szükséges. Ellátjuk őket addig, ameddig nincsenek orvosi csoportok a helyszínen, fogalmazott a Bihácsi Vöröskereszt titkára. Közben a migránsok egyre feszültebbek. Azt mondják, nem megfelelőek számukra a körülmények, és azt sem tudják elfogadni, hogy a horvát hatóságok nem engedik őket tovább menni. Megütöttek itt is, amikor megpróbáltunk átjutni a határon. Nem engedtek át minket, de újra próbálkozni fogunk, mondja egy pakisztáni férfi. Bár a migránsok Bihácson kívülre helyezésével sokat javult a közbiztonság a környéken, a város polgármestere szerint ez a megoldás csak ideiglenes, az utánpótlás ugyanis folyamatos, az új helyszín pedig jelentős fejlesztések nélkül nem alkalmas több ezer bevándorló ellátására. Ez most egy ideiglenes megoldás, amivel próbálunk javítani a városban kialakult helyzeten és a helyiek életminőségén, fogalmazott a Bihácsi polgármester. Szerbia és Montenegró felől tavaly mintegy 25 ezer migráns lépett be illegálisan a balkáni országba, idén pedig mostanáig már több mint 10 ezer bevándorlót regisztráltak. A legrosszabb helyzet Bihács környékén van, ahol több ezren várakoznak a továbbindulásra. Dragan Mektić nemzetvédelmi miniszter szerdán úgy nyilatkozott, a helyzet rendezésére a szigorúbb határvédelem jelenthetne megoldást, ebben a kérdésben azonban az ország elnöksége egyelőre nem jutott konszenzusra. Ha a csúcsjelölti rendszer nem nehezítette volna meg a döntéshozatalt, akkor már megszülethetett volna a döntés az unió vezetőiről, jelentette ki Gulyás Gergely sajtótájékoztatóján. A miniszterelnökséget vezető miniszter a vasárnapi rendkívüli uniós csúcstalálkozó kapcsán hangsúlyozta, a kormány mérsékelten optimista abban, hogy a hétvégén találnak olyan jelöltet a tagállami vezetők, akik alkalmasak lehetnek az intézmények vezetőtisztségeinek betöltésére. De ehhez az EU állam és kormányfőinek a nyilvánosság előtt is el kell fogadniuk azt a tényt, hogy a csúcsjelölteknek nincs meg a szükséges többsége. Gulyás Gergely hozzátette, a néppárti Manfred Webert összesen 11 tagállam, köztük Magyarország és a többi visegrádi ország nem támogatta. Az ő esetében a minden kormány iránt elvárható feltétlen tisztelet feltételei nem állnak fenn. Olyan embert kell találni, különösen a bizottság élére, aki minden kormánnyal képes korrekt párbeszédre, és ma azt látjuk, hogy Manfred Weber még egy utolsó kísérletet tesz, hogy a CDU-CSU-t rávegye arra, hogy őt akár még egy intézményi válság árán is támogassák, de mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne az intézményi válságot elkerülni. Székelyföld után a Partiumban is megindult az aláírásgyűjtés a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezéshez. A Székely Nemzeti Tanács akciójának célja, hogy az Európai Unió egyenlő feltételekkel kiemelten támogassa az elszakított nemzeti régiók fejlesztését, és biztosítson ezeknek a közösségeknek közvetlen hozzáférést az uniós forrásokhoz. Érkeznek az aláírók az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi irodájába. Mostantól a Partiumban ők gyűjtik a támogató aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezéshez. Székelyföldön június elején indult az aláírásgyűjtés. Az indítvány azt rögzítené, hogy az elszakított nemzeti régiók fejlesztését egyenlő feltételekkel kiemelten is támogassa az Európai Unió, és biztosítson ezeknek a közösségeknek közvetlen hozzáférést az uniós forrásokhoz. A kezdeményezőknek 7 országban összesen 1 millió kézjegyet kell összegyűjteniük jövő májusig, hogy az Európai Bizottság napirendre vegye az ügyet. Volt, aki pont azért írta alá a Partiumban, mert szerinte így felhívhatják a figyelmet a régióra. Sokan Európa boldogabbik felé még azt sem tudják, hogy merre van Székelyföld. Partiumról pedig végképp nem hallott senki. Ez most egy kiváló alkalom arra, hogy 1 millió aláírással nyomatékosítsuk, és frissítsük kissé a földrajzi ismereteket Brüsszelben is. Mások úgy vélik, számukra létkérdés, hogy az uniótól közvetlenül jussanak támogatáshoz. Én azt szeretném, hogyha úgy vallásilag, mint kulturálisan és nyelvileg megmaradnánk itt Európában, megmaradnánk abban a régióban, amelyben élünk. A román kohéziós felzárkóztatási politika elsorvasztja Székelyföldet, indokolta az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, hogy miért csatlakoztak a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtéséhez. Csomortányi István szerint ugyanebben a cipőben jár a Partium is.
nem látjuk azokat az állami nagy beruházásokat a Székelyföldön, azokat az infrastruktúra fejlesztéseket, amelyekre szükség lenne. Ugyanakkor a Partium esete sem különbözik sokban a Székelyföldétől, hiszen az Észak-Erdély autópálya ügye, holott ezt európai finanszírozással meg lehetett volna réges-régen építeni, még mindig egy helyben topog. Az Erdélyi Magyar Néppárt országos irodahálózatában gyűjtik az aláírásokat, de a világhálón is kitölthetik a támogatók az évet. A polgári kezdeményezést támogatják határon túli és magyar települések, érdekvédelmi szervezetek és az Erdélyi Magyar Pártok is. Itthon a rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony, 3,4% a munkanélküliségi ráta, mint most, mondta a pénzügyminiszter az M1-en, a KSH legfrissebb adataira reagálva. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, ismét 4,5 millió felett volt a foglalkoztatottak létszáma a március-májusi időszak átlagában, és 43 ezerrel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. Varga Mihály hangsúlyozta, a kedvező gazdasági helyzet és a kormányzati gazdaságpolitikai lépések is hozzájárultak a mostani pozitív adatokhoz. Nem csak ahhoz adott a kormányzat támogatást, ha valaki egy új munkahelyet hozott létre, hanem ahhoz is, hogyha a meglévő munkahelyét meg tudta tartani, és ez különösen a fiatalok foglalkoztatása, a kismamák foglalkoztatása, a tartósan munkanélkülieknek a visszahozása a munkaerőpiacról jól mutatja, hogy ezeken a területeken eredményt tudtunk elérni. Tehát a jó kedvező gazdasági helyzet a kormányzati gazdaságpolitikai lépésekkel megtámogatva eredményezte azt, hogy Magyarország ma az Európai Unióban a negyedik legjobb adatot tudja produkálni a munkanélküliségi rátát tekintve, és mondom, azon vagyunk, hogy ez a 4,5 millió dolgozó ember létszáma a következő hónapokban is tovább nőjön. Akinek július 1-e után születik gyermeke, az jogosulttá válik a babaváró támogatásra, erősítette meg Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a kormány ezzel a lépéssel hidalja át az átmeneti időszakot. A július 1-e és augusztus 1-e között születendő gyermekek esetén utólagosan is lehet kérelmezni. Tehát világossá tettük azt a vitát, ami a sajtóban is felütötte a fejét. Az átmeneti időszakot úgy tudjuk megoldani, és az elkapcsolós kormányrendelet emlékezetem szerint tegnap magyar közönyben meg is jelent, hogy ebben az esetben utólagos kérelmezésre van mód. Augusztus 1-ét követően születendő gyermekek esetén természetesen a várandóság időszakában előzetesen kell a támogatást kérelmezni, vagy akár a várandóság időszakát megelőzően. Szél Kálmán szobra akkor válik környezetének szerves részévé, ha az emberek az államférfi alakjában észreveszik a magyar nemzet történelmének új megközelítését. Ezt mondta a Budapest főpolgármestere a Szél Kálmán szobor avató ünnepségén. Törvény, jog és igazság az alkotó szándéka ennek a stabilitást adó hármas Szél Kálmáni alapgondolatnak a leképezése, tette hozzá Tarlós István. A történelem tényei azt mutatják, hogy szükség van Szél Kálmán típusú vezetőkre. Az évszázadok során bebizonyosodott az is, hogy a reálpolitikában alapos munkát végző, szorgalommal és szaktudással rendelkező politikai személyiségek a számvetés során lényegesen több figyelmet érdemelnek. Fontos, hogy ez az üzenet akár itt, ezen a forgalmas téren eljusson a ma emberéhez. A mai szoboravató ünnep, a nagy tudású politikus megjelenítése ezt a célt szolgálja. Hol van Kálmán Olga? Ez érdekelt mindenkit az előválasztás tegnap esti eredményhirdetésén. A voksolást ugyan Karácsony Gergely nyerte valamivel több mint 33 ezer szavazattal. A figyelem mégis a Demokratikus Koalíció hiányzó jelöltjére terelődött, aki nem jelent meg a már kora délután meghirdetett közös sajtótájékoztatón. A párt szóvivője a távolmaradást azzal indokolta, hogy nekik nem szóltak időben, és Kálmán Olgának nem volt mit felvennie. Karácsony Gergely győzelme után arról beszélt, hogy az ellenzéki oldalon véget kell vetni a hatalmi játszmáknak. Szerettem volna, hogyha itt van Kálmán Olga is, hogy neki is gratulálhassak a szereplésért. A Momentum főpolgármester jelöltje Kerpel Frónius Gábor. Szeretném megköszönni az indulás Kálmán Olgának is. Az előválasztás nyertese Karácsony Gergely. Akármilyen okból valaki nincs jelen egy értekezleten, még tudhatja, hogy mit döntöttek a többiek. És az elővoksulást lebonyolító civil választási bizottság elnöke is Kálmán Olga hollétéről beszélt az előválasztás eredményhirdetésén. Az újságírói kérdések sem Karácsony Gergely. Szóltak. Mindenkit az érdekelt, hogy a DK főpolgármester jelöltje miért nem jelent meg a már kora délután meghirdetett közös sajtótájékoztatón.
Későn értesültünk arról, az ő stábja, hogy ez a sajtótájékoztató itt ma egy közös sajtótájékoztató. A DK szóvívője később ezt azzal magyarázta, hogy nekik nem szóltak időben, ezért Kálmán Olgának nem volt ideje megfelelő ruhát keresni. Az aktivistákkal töltötte a délutánját, és hogy úgy mondjam, a hivatalosnál egyel vagy kettővel lazább öltözékben. Szívből gratulálok! Végül mégis előkerült Kálmán Olga, aki nem a helyszínen, hanem saját közösségi oldalán videóüzenetben gratulált a versenytársaknak. 300. Az ellenzéki előválasztást Karácsony Gergely nyerte, valamivel több mint 33 ezer szavazattal. A második a DK által támogatott Kálmán Olga lett, több mint 25 ezer voksal. A momentumos Kerpel Frónius Gábor pedig nem egész 10 ezer szavazatot gyűjtött össze. Az ellenzéki oldalon véget ért a rivalizálás korszaka. Karácsony Gergely szerint véget kell vetniük a hatalmi játszmáknak az ellenzéki oldalon. Majd arról is beszélt, mostantól csak előre szabad nézni. Véget ért az a korszak, amikor akár az európai parlamenti választáson, akár most az előválasztáson egymás riválisai voltunk. Véget ért az a korszak, amikor a pártok hatalmi játszadozásai meghatározzák a politikát. Véget ért az a korszak, amikor még cikcakcokat lehet írni a politikában. Most már egyértelmű a kép, nem nézünk hátra. Csak előre. Köszönet annak a rengeteg civilnek. És az MSZP-s Molnár Zsolt pedig arról beszélt, folytatni kell az egyeztetéseket, és az a legfontosabb, hogy őszre egy csatasorba állítsák az összes ellenzéki pártot. Az ellenzéki tárgyalások ugye április 6-án sok tekintetben lezárultak, ezek folytatódni fognak még jövő héten. A momentumos Kerpel Frónius Gábor szinte rögtön felajánlotta, hogy megbékíti az előválasztásból kiszálló Puzsér Róbertet és Karácsony Gergelyt. A Momentum szerint ugyanis fontos, hogy Sétáló Budapest nevű programjával Puzsér Róbert ne induljon el önállóan az őszi főpolgármester választáson, hanem inkább álljon be ő is az MSZP párbeszéd jelöltje Karácsony Gergely mögé. Erre viszont egyelőre kevés az esély. Puzsér Róbert az előválasztás eredményének kihirdetése után gratuláció helyett Facebook oldalán azt írta, Karácsony Gergely a parkolási maffia jelöltje, aki hazudott, hazudik és hazudni fog, amíg csak szusszal bírja. Az előválasztás pedig véleménye szerint egy inkorrekt verseny, egy nagyszabású csalás volt, amelyen egyedül a balliberális tömb jelöltje nyerhetett. Népszavazást tartanak a főváros 12. kerületében a helyi zajrendelet módosításáról. A kerület lakói július 10-ig mondhatják el véleményüket. Pokorni Zoltán, a kerület polgármestere az M1-en elmondta, jelenleg 100-nál is több építkezés zajlik a város részben. A késő estig tartó munkálatok pedig zavarják az ott élők nyugalmát. Hangsúlyozta, a főváros fejlesztése mellett a lakók pihenéshez való jogát is tiszteletben kell tartani. Az igazi vita abban alakult, hogy mi legyen a szombattal. Szombaton is ugyanúgy 7-kor kezdődik, vagy esetleg kicsit akkor tessék később. És hát a kollégám azt mondták, hogy hát miért ne dönthetnék el ezt az érintettek. Nálunk úgyis tényleg mindenről szavazunk, arról is, hogy hogyan hívnak egy teret, vagy merre legyen egy irányú egy utca. Kicsit már unják is a hegyvidékek, hogy folyamatosan dönteniük kell, és szavazásban kell részt venniük. De azt gondolom, hogy ez jó dolog. Vasárnapig kell regisztrálniuk a szállodáknak a Nemzeti Turisztikai Adatközlő Rendszerbe, emlékeztetette a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesz Tamás a Kossuth Rádió reggeli műsorában hangsúlyozta, hogy a digitális adatszolgáltatás pozitív hatással lesz a gazdaság fehérítésre. Hozzátette, az adatközlés az egyik előfeltétele az áfa csökkentésnek, amelynek eredményeként soha nem látott lehetőséghez jutnak a tisztességesen gazdálkodó szálláshelyek. Az államnak és a kormánynak ez a fajta megelőlegezett bizalma, hiszen Varga pénzügyminiszter úr már bejelentette, hogy szeretnék, hogyha 2020. január 1-től 5%-ra csökkenne a szállodaiparnak az áfája. Ez egy olyan fajta pozitív lépés a szektor számára, ami a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal együtt egy azt merném mondani, hogy soha nem látott lehetőséget teremt azoknak a szállodáknak, akik tényleg tisztességesen gazdálkodnak. A csodával határos módon egy karcolás nélkül megúszta a szinte biztos tragédiát az a 2 éves kislány, aki kizuhant egy ház második emeletéről. Az eset a törökországi Isztambulban egy forgalmas utcában történt. Egy járókelő észlelte, hogy a gyermek felmászott egy ablakba, aki pillanatokon belül ki is esett. Szerencsére az ott áldogáló férfinak sikerült elkapnia. Kiderült, hogy a gyermek nem volt egyedül a lakásban, az édesanyja a konyhában főzött. A család megköszönte a férfinak a kislány megmentését, és hálából 10 000 forintnak megfelelő összeget adott neki.